Ma egy nagyon különleges videóval készültem nektek. 100 apró részlet a Halo Infinite játékmenetből, amit lehet, hogy nem vettél észre. 1. A készítők újra akarták éleszteni a franchise-t az eredeti ötletek szerint, de sokkal több lehetőséggel és open world-del, ezért lett a neve Infinite, vagyis végtelen. 2. A játék indító képernyője egy finom utalás az eredeti csillagkapu sorozatra, jelezve nekünk, hogy a történet vége össze lesz baszva. 3. A 167 nap a vereség után jelzi, hogy a megjelenéspont 167 nappal a Sony konferencia utánra esik. 4. A távolban látott Halo gyűrű szét van zúzva, előrevetítve Master Chief küzdelmét, hogy ő maga is szét van esve a játék kezdetekor. 23. A korábbi trailerekből megismert szeméről kiderült, hogy nem ő Master Chief, mert nincs rajta a ruha, meg Master Chief a háta mögött áll. Könnyű elveszni a részletekben, amiket a 343 Industries a játékba helyezett. 52. Az új Sleep Space Engine eddig elképzelhetetlen realizmussal tudja visszaadni Master Chief minden érzelmét, ami kiül az arcára. Together. 211. Master Chief páncélján a 117-es egy visszautalás, hogy 1523. A távolban a semmiből előbukkanó modellek jelzik az átvezető animáció végét. 9. A fegyvereken a fém shaderek hiánya ügyesen azt az érzetet kelti a játékosban, hogy egy cornflakesben rejtett műanyag játékkal játszik. 40. A lassú, fáradt, kivéhet játékmenet emlékeztet, hogy a 2016-os Doom után sose fogsz egy ilyen shootert újra élvezni. 10. Hogy néz ez ki? Köszönöm a figyelmet, remélem senki sem vette túl komolyan. Hálás köszönet a Patreon támogatóimnak. Találkozunk legközelebb, gondolom. Sziasztok!